Sziasztok, én Dave vagyok, és igen, most már van webkamera, és egy kicsit átugrottunk, mert már 48-as szintűek vagyunk, de egy hiba történt a számításban, ami a csatornát illeti. Valami oknál fogva eltűnt egy bizonyos rész, pont az, ami az egyik legmeghatóbb rész, úgyhogy azt az egy kis részét újra fogom játszani. Ide visszajövünk. Hú, már ennyit túl mentünk. Igen. Ugye a hídmestert védjük, illetve őt mentettük, a hídépítőt, és pont az a rész tűnt el, ahol Haku-val befejezzük az utolsó részét a sztorinak, úgyhogy ezt újra veszem most nektek. Így láthattok is közben, remélem tetszeni fog. Itt van Zabuza és Haku, és sajnos a Revolutionben is történt egy ilyen, valamiért eltűntek ezek a hatodik részek, úgyhogy gyakorlatilag ott is újra kell vennem Brock utáni sztorit, de az egy másik történet, most koncentráljunk ide. Nyilván nem tudtam ugyanazokat a ninjákat beállítani, úgyhogy kicsit erősebben megyünk neki. Jó szórakozás! Gyönyörű amúgy a zene alatt. Haku ugye leütötte a sztoriba Sasuke-t. Így kerülünk ide vissza, itt Naruto-ba elejött először a Kyuubi. És megvan az első kör. Zabuza, Kakashi is felhúzta a szemét, amint hogy a pántot a szeméről. Akkor küzdjünk meg Zabuzával. Hú, hozott egyből 4 vízklont, aminek rohadt erős védelme van és sok hátulja. Úgyhogy ez így érdekes. Azon a szinten, amikor csináltuk, 20-valahányosak voltunk, minden igaz, nem vagyok benne biztos, de tény, hogy nehezebben van. Tehát egy kicsit az izgalmát veszi így a harc, hogy úgymond 48-as szinten ez gyerekjáték. Viszont meg akarom nektek mutatni, mert az egyik kedvenc részem ez meg a bejátszás is. Megjött Haku. Akit legyőzött Kakashi. Ugye tudni kell, hogy őket felbérelték, hogy a hídépítőt öljék meg. És amikor rájött Zabuza, hogy a barátsága fontosabb volt, mint a pénz, azt látjuk. Engem meg tudnak hagyni az ilyen részek, igazából Naruto volt az anime, ahol nagyon sok résznél bekönnyeztem. De sokan vagyunk így szerintem.
az is megható volt, amikor őket újra láthattuk, mikor Edward Ensellyel feltámasztották őket, ez pedig a bajtársiasság, amikor Kakashi, aki az ellenfél ninja, oda viszi még Hakuhoz. És az elkezd havazni. Írjátok meg kommentben nektek, hogy tetszett ez a bejátszás. Ezért vettem újra, szerintem ez nem maradhat ki a csatornáról, az egyik legszebb rész, még hogyha ez most csak egy ilyen 6-7 perces, egy küldetéses dolog is lett. Tartsatok velem a továbbiakban is, sziasztok!